Az ellenzék szerint egy hazug és gyenge miniszterelnök beszélt ma a Várkert bazárban. Márton Roland, az MSZP alelnöke azt mondta, Orbán Viktor szinte semmilyen fontos ügyet nem érintett, és 5 év kormányzás után is másra mutogat, ami szerint a gyengeség jele. A PM szerint az Orbán Viktor által említett gazdasági sikereket csak a Fidesz közeli oligarchák érzékelik. Szabó Rebeka úgy látja, a veszprémi választás megmutatta, hogy ezt az emberek is észrevették. Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke pedig azt mondta, egy fáradt és hazug miniszterelnök beszélt 1 órán át a semmiről. Kikérjük magunknak, hogy a miniszterelnök sem a korrupcióról, sem a nyomorról, sem az országot uraló reménytelenségről nem beszélt. Nem is értem, hogy hogyan bátorkodhat egy miniszterelnök így beszélni, miközben minden nap látjuk, hogy milyen nagy bajban van ez az ország. Egy gyengülő Magyarország, fáradt, megtört miniszterelnöke beszélt, aki képtelen a korrekcióra. A DK szerint Orbán Viktor mindent elárult, ami a polgári Magyarország eszménye. Szerintük Magyarország érdeke, hogy Orbán Viktornak ez legyen az utolsó évértékelő beszéde. Orbán Viktor egy szót nem említett például a 4 millió szegény emberről. Egy szót nem vesztegetett arról, hogy naponta 3 orvos hagyja el Magyarországot. Egy szó nem volt arról, hogy 600 ezer magyar, főleg fiatal kivándorolt Magyarországról, hogy a megkérdezett érettségi előtt állók mintegy fele külföldön képzeli el a sorsát, és nem Magyarországon. Az LMP társelnöke szerint úgy tűnik, hogy Orbán Viktor számára még nem esett le, hogy a polgári kormányzás és a bandaháború kizárja egymást. Schiffer András azt mondta, a polgári politikát nem lehet üzleti alapon űzni. Úgy látja, ez a kormány a dolgozói szegénység kormánya. Schiffer András szerint a kormány politikájából az látszik, hogy csak néhány családot akarnak feltőkésíteni, miközben a valóban keményen dolgozó családok pórul jártak, mondta. Az Orbán kormány a dolgozói szegénység kormánya. Orbán Viktor egy olyan Magyarországot képzel el, amelyik egy összeszerelő üzem, amelyik attól versenyképes, hogy ő a magyar emberek, a magyar dolgozók bérére alkudik Szaúd-Arábiában, Japánban és más keleti országokban. A Jobbik elnöke szerint Magyarországnak nem politikai hidegháborúra, erőszakos kampányolásra és üres siker propagandára van szüksége, hanem normális kormányzásra. Vona Gábor azt mondta, ez nem miniszterelnöki évértékelő volt, hanem a Fidesz elnökének elbizonytalanodott, feszült belső magyarázkodása. Szerinte Orbán Viktor elhúzta a mézes madzagot az emberek előtt, de mint mondta, az a furcsa, hogy pont azokat hitegeti, akiket ő maga taszított kilátástalan helyzetbe. Vona Gábor szerint a kormányfő elkésett, mert Magyarország tavaly őszóta felébredt. Ezért, mint mondta, inkább azzal kellett volna búcsúznia, hogy jó reggelt Orbán Viktor, jó éjszakát Fidesz. Nagy baj van a Fideszben. A miniszterelnök újra harcba szólította a fideszes aktivistákat, ahelyett, hogy az elmúlt napok botrányai után Kubatov Gábornak valamiféle retorzióval kellene szembenézni, ahelyett inkább hadiparancsot kapott.